Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some. Ilyen szituációban még nem találkoztunk, és köszönöm szépen ezt is a bizalmat, hogy engem tiszteltél meg azzal, hogy elmondod, hogy most mekkora csatát vívsz. És pontosan hogy kezdődött. Kezdjük el onnan, hogy hát körülbelül egy fél évvel ezelőtt találkoztunk, akkor semmi baj nem volt. Semmi. Utána egy kicsit szúrt az oldalam, és elkezdtem egy ilyen szokásos laborvizsgálatokat, és a legnagyobb meglepetésre elég rosszak voltak a labor eredmények. Majd véletlenül elkerültem a májtranszplantációhoz, de csak úgy véletlenül ott volt ismerős, aki úgy picit kezelésbe vette a dolgokat, tehát irányította a vizsgálatokat. És hát akkor szembesültem, feltettem egy kérdést, amit hát minden ember feltenne, hogy most akkor mi van, mondta is a doktor, hogy számított erre a kérdésre, és akkor belerohantam abba a dologba, amit a CT, meg ultrahang megerősített, hogy van egy hasnyálmirigy, aminek nagyon csúnya szó. Tehát ugye, amikor ilyet hallunk, akkor elborzad az ember, és máj áttétel. Tehát ez így a kettő már úgy nagyon elgondolkoztatja az embert. Hasnyálmirigy rásnyálmirigy. Hasnyálmirigy daganat, inkább így mondanám. És egy áttétes máj, és akkor kezdődött további kivizsgálások, majd egy rövid megnyugtató rész, amikor a Honvéd kórházba kerülhettem, ahol hát megfelelő, hogy mondjam, ellátásba is részesültem, de aztán már szinte elkerülhetetlen volt, hogy előbb-utóbb felerősödjek, és jöhessen a kemoterápia, ami persze meg kellett küzdeni, mert én is ugyanúgy, mint minden átlag ember, hallottam rengeteg rosszat, hogy van, aki már megbánja eleve, hogy miért, de pillanatnyilag annyit fejlődött az orvostudomány, hogy olyan célirányosan tudják adni, hogy bármilyen nevetséges is, önként is dalolva mennék, csak most épp egy ilyen kis epe vezetéket kell valami úton, módon még itt, ahogy a folyadék elfolyjon, behelyezni. Na most, ami a médiában és az egyéb megjelenéseket illeti, tehát az elején egy ilyen euforikus állapotban voltam, mert arra nem számítottam, sejtettem, hogy a elmúlt x ezer év a színpadon, a sportpályákon van egyfajta érdeklődő vagy rajongó tábor, akik mind erőt adnak, de arra nem számítottam, hogy ennyire hirtelen, hogy megtelik a világháló. Nem volt módom, csak a barátaim révén értesültem róla, és akkor az első napokban ugyanolyan kis élénk kamasz voltam, mint te vagy a több ember, és nagyon imponáltak nekem az indián regények, a Cooper regények, a Old Shatterhand és Winnetou, főleg azért, mert most érzem azt, hogy el kellene nekem egy kis Winnetou-féle büszkeség, vagy egy kis bátorság. Ami nem jelent az, hogy gyáva vagyok, mert végig arra gondoltam, hogy bármit is hozzon a sors, és ebbe se lehet állandóan belekapaszkodni, hogy irigylésre méltóan szerencsés életem volt, amiben minden belefért, mindenfajta öröm, mindenfajta élmény. És így egy menet közben arra gondoltam, hogy ez a legkevesebb, ha megköszönöm az értem aggódóknak, és hát ezt meg is tettem különféle formákban, és mai napig is érzem a egyszerű, normál közönség szeretetét, amire persze, amióta erre a pályára léptem, mert már nagyon régen volt, mindig is az álmom volt, és a vágyam, hogy,
hogy hagyjak magammal után valamit, vagy hogy érdekelje az embereket az én sorsom. Most ez, ilyen helyzetben még nem voltam. Tehát innen adódik nyilván egy olyan, hogy bárkivel ilyesmi történik, akkor mindenkinek mutatják a barátai. Öreg, muszáj megcsinálni. Most kivételes szerencsés helyzetben vagyok, mert régi kipróbált barátaim, és most nem is tudok olyat csinálni, mert nem ez a lényeg, nem felsorolás, de látjátok, hogy itt van most is, és még a borotválkozásnál is segített, vagy minden szabad idejében itt van Nacho Olivier, aki nem csak, hogy fizikailag segít, hanem elsősorban abban, amit éreztem az elején, hogy el kell kerülnem azt, hogy a negatív dolgokra gondoljak. Tehát ez annyiban hiszek abban a részben, hogy igazi gyógyulás csak akkor lehet, hogyha ki tudod söpörni magad körül. A rossz dolgokat azok nem befolyásolhatnak. Ilyen szituációban tudsz egyáltalán jó dolgokra gondolni? Hát... Mire gondolsz? Mik azok a jó dolgok? A jó dolgok alatt például azt értem, hogy néha azt gondolom, hogy meg sem érdemlem, akármennyire is tízeleg az embernek, azt az aggodalmat, vagy azt a szeretetet a barátaim részéről, és nem fogom még egyszer névsor szerint felsorolni, de nem vagyok egyedül a bajban. Tehát naponta kapok olyanoktól is telefont, akire már nem is gondoltam, hogy tudja a számomat, és feltétlenül meg kell említenem, ami minden esetben sorsdöntő, hogy 29 éve élek az Ickával, akinek már lehet, hogy el is fogyott a könnye. Én innen is szeretnék erőt adni. Mert ebből a szempontból is hatalmas szerencsém volt, mert ugyan szigorú, és mindig van valami, amibe egy picit bele tud kötni, de összességében ő az, aki nem csak a szennyesemmel, hanem azzal az elévülhetetlen dolgokkal is foglalkozik, hogy úgy karba tartaná az embert, amire most igazán szükségem van, hogy sokféle helyzetben voltam már, és az természetes, hogy a józan ember nem örül annak, tegyük fel, hogy látszik, hogy azért egy pár kilót lefogyott. Én azért lefogytam egy több mint 20 kilót a kezdetektől. A lényeg az, hogy egy-egy erősebb pillanatomban hiszek abban, hogy rendelkezem azokkal az akarati tényezőkkel, hogy ezt a csatát valamilyen szinten megnyerjem, hogy újra tudjak egy olyan beszélgetéssel is részt venni, ahol abszolút normálisan már az új feladatokról beszélhetünk, mert erről is van szó, hogy nem hagy cserben a színház, és már arra is készültek, hogy az egyik, tudom én, az én főszereplésemmel indulna egy őszi kabaré a Mikroszkópon. Ez mind hizelgő. Van ennyi erőd? Hogy érzem? Hát most, hogy kérded, fogytán van az erőm, és ezt muszáj hozzátennem, hogy egyrészt ilyen jellegű betegséget még úgy fizikailag nem tapasztaltam. Másrészt nyilván, hogy ennek van egy ilyen, hogy ez kicsinálja az embernek az idegeit is, meg bizonyos szempontból az erejét is. Tudod, olyan ez, mint egy ilyen kicsit, mint egy Don Quixote szélmalom harc, hogy
tudod, hogy valami úton, módon neked ott győztesnek kell lenni, és nyilván nekem is megvoltak az elmúlt hetekben a magam kis démonjai. Amikor az ember előre önmagával beszél, és megmondja, hogy igenis, én nem fogok arra gondolni, hogy itt befejeződött valami, hanem tőlem mindenki azt várja olyan vidáman és olyan életigenlően éltem az életemet, hogy azzal tisztában vagyok, hogy én nem tehetem meg azt a luxust, hogy csak így simán föladom, vagy jelzem, hogy hó, én nagyon elfáradtam. Elfáradtam, egy kicsit jól esik majd hátradőlni, pihenni egy kicsit, erőt gyújtani, és kérdezted, hogy... Hogy gyűjtesz erőt? Hogy hát... Mentálisan próbálsz erőt. Igen, tehát van miben kapaszkodnom. Miben kapaszkodsz? Tehát egyrészt az a formája a szeretetnek. Most például ugye volt egy brünni világbajnoki futam, ahol nagyon készültem, és nem tudtam elmenni, de a barátaim nem üres kézzel jöttek haza, hanem ez egy olyan nemzetközi világ, mint a Forma 1, és ennek az összes ottani képviselője pár sorral erőt adott, és többek között, amire büszke vagyok, hogy ennek az általam szeretett motorsportnak a legnagyobbja, olyan, mint 8-szor a Pelé, vagy a Maradona, a Giacomo Agostini, az Sicíliából fölhívott telefonon, akivel közösen nem egy műsorba léptem fel, tehát van egy ilyen rögtönzött kis motorosoknak való műsorom, ahol ő a partnerem már évek óta, és olyan akaraterővel rendelkező világhírű sportember, hogy az első szava az volt, hogy ő nem fog új partnert keresni, máshonnan, meg onnan tudok erőt meríteni, hogy csak az emlékeimbe kutatva néha előkapok valamit, és azt mondom, te jó ég, hogy jövök én ahhoz, hogy panaszkodjak? Különösen itt a beteg társaimon látom, akik közül jó néhányan elesettebb állapotban vannak, és éppen ezért én a világon semmifajta megkülönböztetést vagy protekciót nem kívánnék, hiszen nagyon-nagyon profi és nagyon korrekt orvosi ellátásban részesülök, és ez mind segíthet ahhoz, hogy ha nem is viharosan, de hogy előbb-utóbb megtörténjen az a csoda, a csodához az kell, hogy felerősödjek, és ahogy most naponta változnak a vérképek, illetve változik nagyon sok minden a labor eredmények, hogy feljogosít arra, hogy amit mondanak a hozzáértő profi orvosok is, hogy ijesztően hat maga ez a szó, hogy kemoterápia. Mindenki arra gondol, hogy haj nélkül jössz ki. És én meg azt látom, hogy olyan célirányosan lehet ma már megcsinálni, hogy miért ne bíznék abba, hogy hát, ha nálam is jöhet egy javulás. Még egyszer mondom, tisztában vagyok a betegségemmel, tehát azzal a szóval, hogy hasnyál, mirigy, daganat, meg áttétes máj probléma. Hát itt nagyon-nagyon sok minden lehet még. Fájdalmaid vannak? Inkább olyan fájdalmaim vannak, hogy is magyarázzam meg, hogy szinte kicsit láthatatlan, nem beszélem be magamnak, csak tudom, hogy hiszen azzal is kerültem orvoshoz, hogy egy kicsit így nyom. Nem elviselhetetlen fájdalmakról van szó. Mikor volt az a pont, amikor befektettek a kórházba? Már rögtön, amikor megállapították nem, a problémát? Nem. Megállapították azt, hogy én vállaltam is a kemoterápiát, és hát félelmetes módon, ilyenkor van egy új rendszer, hogy mindenki egy bizottság elé megy, ahol eldöntik, hogy mikor mehetsz. És én pszichésen bevonzattam ezt a dolgot, és
szégyen szemre az összes beteg közül egyetlen voltam, aki ott egy kicsit elájult a... Gondolom nem a félelemtől, a fene se tudja, hogy elájultál? A szószoros értelmében? A szószoros értelmében, amit nagyon szégyeltem. És utána, amikor már... Ez akkor volt, amikor megmondták a diagnózist? Nem. Vagy amikor azt már mondták, hogy szó volt arról, hogy mehetek majd. Ki volt tűzve a nap, hogy mikor mehetek az első kemóra, és akkor ott úgy valamiért az idegrendszerem besokkolt, és bevonzottam egy ilyen rosszul létet. Majd, amikor a kórházba kerültem, akkor pedig már azt éreztem, hogy ezt az egyedül most nem tudom már végigcsinálni, és akkor a barátaim kocsival értem jöttek, és bevittek a Honvéd kórházba, ahol gyerekkori ismerősöm van, aki hogy mondjam, már példamutatóan nem csak velem foglalkozik így, hanem az ő a sportkórházba volt szeretett és tisztelt barátaim közül Ihász Gábort és Boncz Gézát is ő kezelte, és van már rutinja, és van egy etikai kódex, tehát ő pontosan tisztában van azzal, hogy hogyan és merre, és nagyon megnyugtató, mert én csak annyit kértem tőle, nem is inkább, hanem hogy abban sok-sok őrületben, mert ilyenkor a szeretet miatt 250 ezer kipróbált természetgyógyász és tanácsadó vesz körül, és itt nagyon kell vigyázni, hogy ne őrüljél meg. És én is beszereztem, és van mindenfajta ilyen kiegészítőm, de a legfontosabb és a legnagyobb szükségem a tisztánlátásra volt, és ebben ő ígéretet is tett, hogy messze menően az én javamat figyelembe vív, az én esetleges gyógyulásomat. És így aztán szinte egy ma már álomnak tűnik, olyan kellemes helyre kerültem a Honvéd kórházba, ahol hát csak legfelsőbb fokon tudok beszélni, például az ottani nővérek elképesztő szeretetéről. Ott volt egy olyan külön szobám, hogy hát ilyen jambori volt, már sok is volt, tehát tényleg azt hiszem, hogy kevés emberhez jöttek be ennyien, egymásnak adták a kulcsot, vagy kilincset, ami jó is, és persze aztán később már gondolom a kórház számára is terhes lehet, és én is már egy pici pihenést igényeltem. Börö, mi hiányzik most neked a legjobban? Mi hiányzik a legjobban? A legjobban az hiányzik, hogy 1000%-ig bízhassak a általános jó emberismeretemben, és érezhessem azt, hogy ahogy az előbb is kérdezted, hogy honnan merítek, hogy megfoghatóan érezhessem, hogy meg tudom szorítani az élet fáját, azaz vissza fogom tudni szerezni a legrövidebb időn belül az erőnlétemet, a hangomat, ami hát furcsa mód, ezen is érdeklődtem, hogy van ez, hogy szóval pszichésen elmegy az ember hangja ilyenkor, mert nem is az, hogy betegnek érzed magad, csak hát beteg vagy, és a hangszálakra megy egy kicsit. Ami fizikailag hiányzik, nincs olyan, tehát mindenem megvan. Családom nem sokára egy ilyen DVD nézővel, illetve lejátszóval lep majd meg, ahol a 1500 éve összegyűjtött motoros filmjeimmel talán elviselhetőbbé tudom tenni az éjszakáimat. A legnehezebbek az éjszakák? Az horrorisztikus, hiszen súlyos betegtársaimről van szó, akik önmagukban mindegy teljes életet futottak be, életpályát, és zavarba jövök, amikor azt mondják, hogy megtiszteltetés számukra, hogy egy korteremben fekszünk, és azt mondják, az egyik kedvencük vagyok, csak akaratukon kívül megnehezítik az én életemet is, amiről nem tehetnek. Hangsúlyozom, hogy
ebben a pillanatban, amikor betegként jössz ide, akkor úgy hirtelen megváltozik sok minden, elmosódik sok minden, kevésbé leszel önző, jobban befogadod az embertársaidat, és rájössz arra, ami nagyon furcsán hangzik, hát, hogy ugyanolyan kis sérülékeny vagy, ugyanúgy elér téged a betegség is, és egyet tudsz csak, amit én nagyon-nagyon szerettem volna, és nagyon szeretném, ha ez a beszélgetés is egy kicsit segítene abban, hogy a sport révén, és kemény sportokat, jégkorong meg, motorozás, üztem, meg mindenfélét csináltam, de állandóan az volt az álmom, hogy egy megtörhetetlen, nem rinyáló pasi lehessek, hanem aki a csapásokat, az ütéseket is valamilyen szinten el tudja viselni. És itt reménykedem abban, hogy talán a nézők is ebben az esetben, és miért ne bocsátanák meg, ha az ember egy pici-kicsi könycseppet eltöröl, mert ugyanolyan már nem lesz egyelőre. Tehát olyan elánnal, olyan hívvel, hiszen te tudod a legjobban, hogy ha én bementem valahova, akkor bementem, akkor nem volt mese. És tudom az összes hibáimat, hogy olykor talán sok is voltam, de most nem. Úgy beszélsz, mint hogyha ez a hattyúdalod lenne. Nem, úgy beszélek, ahogy érzem, hogy a jövőt azt nem látom. Bár látnám. Nem adhatod fel. Igen, így van. Ezt az első másodperctől kezdve, mint egy ilyen magnetofon, benne van a fülemben, és ez így működik. És az első szóra, amit mondtál nekem, hogy szeretnél egy beszélgetést, mert te is úgy érzed, és így látod, hogy elképesztő módon érdeklődnek a hogy létem iránt. Az én álmom az, konkrétan a mai beszélgetést illetően, hogy az a jó néhány ember, aki velem tart ebben a küzdelemben, és kifejezi minden alkalommal azt, hogy nem adhatom föl, az kell, hogy kapjon egy olyan képet, hogy nem csalódik ebben a dologban. Tehát, hogy én igenis, ha nem is látszik olyan nagyon, de keményen összeszorítom a fogamat, és állok elébe mindenfajta dolognak, ami rám vár, méghozzá talán, ha egy mód van rá, nem is szeretném ezt így hosszúra. Tehát nem is úgy, mondom még egyszer, nem szégyen. Egy bizonyos helyzetben egy férfi embernek a könnyei egyáltalán nem. Ez teljesen érthető. Abszolút, az semmi kivetnivaló nincs. Tudsz még sírni? Hát tudok. Tudok sírni. És nem a kis nyavajás földi kis életemet síratom el, hanem az emberekhez való viszonyomat, ami mindig speciális volt, mert nincsen hiba nélküli ember. De én azt hiszem, azon kevesek közé tartoztam, vagy tartozom, akinek mindig valamiért volt egyfajta készsége, vagy valami adottsága ahhoz, hogy segítse a később beilleszkedni óhajtó kollégákat, barátokat. Tehát elsősorban Iván és Olivier, akik azt hiszem, hogy az elmúlt 20-30 évenben túl azon, hogy közös műsorunk is volt a Mikroszkóp színpadon, ami úgy így most az idők múlásában
sokat adnék érte, újra láthatnám. De tényleg belemerek nézni a tükörbe, amikor borotválkozom, de ami a legfontosabb, hogy én nem változtam. Tehát én nem lett, engem nem rontott meg, nem tett ez a pálya ok nélkül beképzelté, hanem amit szeretnék is, hogy az embereknek, ha meghallják a nevemet, talán nem is a legfényesebb paródiáim jussanak az eszükbe, csak egy mosoly. Nem fogom elvenni a kenyeredet, ha most magamtól megkérdem én, hogy mi az, amit nagyon-nagyon szeretnék hosszú távon vagy rövid távon. Szóval rövid távon átérezni azt a csodát, ami jó néhány embernek sikerült már hasonló betegséggel, hogy igenis lehet, akár tökéletesen is, de időt nyer, és az időt nyerés is már félgyógyulás. Tehát most belegondolok, hogy mennyit szeretnél kérni a sorstól? Jó lenne egy bő év, ami nagyon keményen hangzik, de azért, mert hirtelen úgy érzem, hogy rengeteg dolgom van még. Tehát régen azzal ámítottam magam, hogy egy megjelölt ember vagyok. Tehát, hogy itt van valami jel, hogy nem különb, csak más. Tehát van még dolga a világban az embernek. És miután sokat beszélgettem, és rengeteg könyvet olvastam mostanában, gyógyult betegek kapcsolatosan. Tehát csodák vannak. Csodák vannak. Hiszel a csodákban? Igen, és hiszek a csodákban, de hiszek abban is, hogy maguktól nem jönnek be a csodák, hanem neked ehhez rendkívül módon oda kell tenned magad. Magától nincs olyan, hogy egy gombnyomásra egy daganat úgy meggyógyul. De olyasmi van, hogy ott föntről valakik úgy irányíthatják a dolgot, hogy azt mondják, hogy ez megtett mindent, és akkor legyen még egy pár szép fejezete az életének, legyen még miről beszélni, hiszen az olyan kurta dolog lenne ezt most úgy elvágni egy ollóval. És ez annyira így van, hogy erről nem is ejtegetnék több szót, mert még egyszer mondom, hogy küldetésem van. Élni akarsz? Élni szeretnék. Szeretném azoknak az embereknek, akik konkrétan a mostani napokban, nehéz pillanatokban mellettem voltak, valamilyen úton, módon, mert ehhez értek, hogy lehet ezt nem sziruposan, egyszer egy parti vagy valami keretében megköszönni. Túl szép az élet. Túl csodálatos, amit mi nem is tudunk. Amikor átvittek a MÁV kórházba, csak pár percig néztem ki a mentőautó ablakából, és ugye ott volt a hömpölygő nép, sütött a nap, és akkor az ember mindent máshogy lát. Minden. Életed legnagyobb csatáját vívod. Hogy áll a mérkőzés? Tudod, nem volt könnyű éjszakám, egyik se az mostanában, de amikor egy picit erőre kapok, akkor azt érzem, hogy nem vagyok abszolút legyőzhetetlen, az ügy sem olyan, maga a betegség sem, a betegség részében is van egyfajta súlyiság, már úgy, hogy úgy támad, hogy talán észre se veszed. De sokkal előbbre járnak az orvosok, mint ezt én gondoltam volna pár évvel ezelőtt. Pár évvel ezelőtt azt se gondoltam, hogy valahol ilyen problémával szembesülök. Úgy áll a mérkőzés, hogy hazai pálya mellettem szól. És ez alatt azt értem, hogy úgy vagyok hazai pályán, hogy
nagyon nem vagyok egyedül. Ezt, tudod, ez is olyan, hogy az ember, mint egy papagáj szajkózza. De elképesztő erőt ad, hogy belenézel bárkinek, kollégádnak, barátodnak a szemébe, és ott egy olyat látsz, hogy így lök, és azt mondja, sikerülni fog, neked muszáj. És ebben a helyzetben nem vitatkozom velük. Börő, a győztesek nem adják fel, mert akik feladják, sorsan győznek. Drukkolok. Köszönöm.